Bölcsöde épül ad talán. Az önkormányzat 186 millió forint pályázati forrás nyert az intézményre, amelyet a helyi óvoda szomszédságában szeretnének felállítani, mondta el Orosváriné Boc Tünde, a település polgármestere. A kivitelezési munkák nagy reményeink szerint talán még ebben az évben el fognak indulni. Ugye egy közbeszerzési eljárást kell előtte lefolytatnunk, és aztán utána indulhat az építkezés, amit már nagyon-nagyon várunk. Nagyon reméljük, hogy egy másfél-két éven belül ez a projekt ez megvalósul és elkészül az Atalai bölcsőde. A 186 millió forint támogatás a beruházás 95%-ára elég, a maradék forrást az önkormányzat fogja biztosítani. Azonban nem csak a bölcsőde építése valósul meg idén, a település ugyanis 257 millió forintot nyert útfejlesztésre. Így a Szent Iván és a Gölle közötti földes út újulhat meg. Nagyon bízunk benne, hogy az idei év folyamán ez el fog tudni készülni, hiszen nagyon fontos lenne akár a mezőgazdasági gépek szempontjából, hiszen mezőgazdasági út volt eddig, aztán a személyautóknak is azt gondolom, hogy sokkal kényelmesebb lenne. 5,5 méter szélességben épülne meg az aszfaltos út, gyakorlatilag mindkét oldalán másfél-másfél méteres patka szélességgel. A kivitelezői szerződések megkötése után a tervek szerint még idén elkezdődhetnek az építési munkálatok attalán.